Enyedi Zsolt, a CEU rektor helyettes a következő vendégem. Jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadta jó reggelt kívánok! Meghívásunkat. Van nekünk itt a Startban egy olyan blokkunk, amit ilyen lapszemlének hívunk. Az is tulajdonképpen mindig az első politikussal megnézzük, hogy az országos napilapok miről írnak. Engedje meg, hogy ezzel kezdjem, jó, a beszélgetésünket, mert hogy itt a Magyar Idők címlapján is lehet azt olvasni, mindegyik újság foglalkozik ugye az önök távozásával, de hogyha azt mondja Hollik István, ugye a kormány szóvivő, hogy ez egy politikai blöff, hogy önök elmennek. Nem értem, hogy mire gondol a kormány szóvivő úr, hogyha azt kérdőjelezi meg, hogy valóban áthelyezzük-e a programjainkat Bécsbe, az amerikai akkreditáltságú programjainkat, akkor erről nagyon könnyen meggyőződhet. Elmehet Bécsbe, megnézheti ott a szeptemberi évnyitónkat, megnézheti ott a beiskolázott diákunkat. Hogyha pedig a politikai jellegére akar utalni a kérdésnek, akkor annyiban igaza van, hogy ez egy politikai folyamat része, abban az értelemben, hogy az egyetem elleni támadás az egyértelműen politikai motiváltságú volt, és amennyiben az akadémiai szabadság, a tanszabadság melletti kiállást is politikainak nevezzük, akkor az, amit mi csinálunk, az is politika. De igen. Nem figyelek önre, Enyedi úr. Tehát mi azt gondoljuk, hogy mi alapvetően csak szeretnénk megőrizni egy jól működő egyetemet. Igen, ami Soros Györgynek az egyeteme, azért a Soros Györgyi, aki azért dolgozott az elmúlt időszakban Brüsszelben, hogy például Magyarország minél kevesebb támogatást kapjon, ugye ezt a kormány említi. Egyrészt nem Soros György egyeteme, ő alapította, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy egy olyan alapítványt és alapot tett, pénzügyi alapot tett le, aminek az alapján teljesen függetlenül, tehát tőle is függetlenül tudunk működni. De még hogyha lenne is bármi köze közvetlenül hozzá az egyetemnek, ok ez arra, hogy egy amúgy jól működő egyetem ellen támadást indítsunk? Igen. Hát erre mondaná azt valószínűleg a kormány, hát hogyha egy ember a kormány ellen dolgozik, akkor valószínűleg az egyeteme is a kormány ellen dolgozik. De menjünk tovább. A LexCEU, ami ugye így híresült el, 2017 tavaszán került benyújtásra. Árulja lesz nekünk, Enyedi úr, hogy volt-e bármilyen olyan folyamat, amire utólag önök azt mondják, hogy na, talán valahogy máshogy kellett volna hozzáállnunk a kormány álláspontjához az egyeztetések során? Nem voltak egyeztetések. Tehát, hogyha lettek volna, akkor bizonyára számított volna, hogy milyen taktikát viszünk, de ehhez az volt, hogy ultimátumokat kaptunk. Nem tudtunk arról, hogy előkészítik már hónapok óta azt a bizonyos felsőoktatási törvény módosítást, amelyet kifejezetten a CEU testére szabtak. Ezt mi is az utolsó hetekben tudtuk meg, és nem is akartunk hinni a szemünknek. Utána próbáltunk kapcsolatba kerülni az illetékesekkel, és kérdezni, hogy mi van e mögött, de akkoriban már dübörgött a Soros kampány, úgyhogy viszonylag egyszerű volt megfejteni. Azért kérdeztem csak ezt öntől, mert ugye az amerikai nagykövet ugye tett egy olyan kijelentést, volt egy olyan mondat, hogy alapvetően ugye lehet, hogy az egyetem rektorasa vagy vezetése sem volt minden pillanatban éppen jó tárgyaló partnere a kormánynak, meg persze a kormány is, és azért kíváncsi voltam, hogy esetleg néha az indulatok vezérelték a tárgyalások során, ami nem volt ugye most az ön elmondása szerint, tehát valamilyen egyeztetés azért csak volt, de hogyha nem volt ilyen, akkor menjünk tovább. Aki tervezte, hogy a CEU-n szeretne tanulni, vagy jelenleg a CEU-n tanul, hogyan tervezze most az életét, mi fog megváltozni innentől kezdve? Alapvetően az fog megváltozni, hogy a tanulmányainak egy jelentős részét nem Budapesten, hanem Bécsben kell elképzelnie. Mit jelent ez, hogy a tanulmányaiknak egy jelentős részét? Ugye nekünk vannak amerikai akkreditáltságú programjaink és magyar akkreditáltságú programjaink, de az arányok úgy néznek ki, hogy a fokozatot adó programok tekintetében ötször annyi amerikai van, mint magyar. Hogyha például a doktori programokat nézzük, ott még aszimmetrikusabb az arány, mert magyar részről 2 vagy maximum 3 doktori programunk van, hogyha a középkor tudományi programot is különveszem. Amerikai részről pedig 13, illetve a specializációkat is akkor 17. Tehát mától fogva Magyarországon nem lehet mondjuk matematika doktori programot elkezdeni és befejezni, mert matematika doktori programot nem kínálhatunk a következőkben. Tehát, hogyha valaki a CEU-n szeretne matematika doktori programot szerezni, az illetőnek be kell iratkoznia a szeptembertől kezdve Bécsben működő CEU-ra, ott el kell kezdeni a tanulmányait,
a következő hónapokban azon fogunk dolgozni, hogy ezen diákokat az idő egy részére legalább visszahozhassuk Budapestre. Ugye itt van a könyvtárunk, még egy jó ideig itt fognak működni különböző olyan szolgáltatásaink, amiket nem is lehet, meg nem is szeretnénk elvinni. Tehát azt De ezek milyen reméljük, szolgáltatások amúgy? Hát mind az oktatással kapcsolatos szolgáltatás, tehát mi itt fölépítettünk az elmúlt néhány évben két fantasztikus épületet, olyan kampuszunk van itt a Nádor utcában, hogy tényleg a világ különböző részeiről járnak megcsodálni. Ezeket a infrastruktúrális lehetőségeket ki kívánjuk használni abban az értelemben is, hogy a Bécsbe beiratkozó diákokat is el akarjuk néhány hónapra hozni, hogy ez valójában lehetséges lesz-e vagy nem, ezt nem tudjuk most megmondani, mert ez vízum kérdés is, tehát ehhez szükségünk lesz a magyar hatóságok együttműködésére. Egy kicsit tehát, hogy az amerikai diplomát adó képzés ugye kimegy Bécsbe, de a képzéshez kapcsolódó egyéb kiegészítések, nem tudom, hogy ez mi, az pedig akkor ugyanúgy Budapesten fog zajlódni, tehát lehet, hogy majd néhány hétre a Bécsben tanuló hallgatók áttelepülnek, átjönnek Magyarországra, Budapestre, és akkor ott a Nádor utcában is tanulgatnak? Nagyon reméljük, hogy ez lehetséges. De megígérni a budapesti részt nem tudjuk, mert ez a magyar hatóságok hozzáállásán is múlik. Na jó, de az is elképesztő lenne azért, amit az előbb említett, hogy a könyvtár ugye itt van Budapesten, hát ugye nincs az az ország, ahol az adott országnak a hallgatói egy másik országnak a könyvtárába mennének könyvet kivenni, vagy kölcsönözni, nem? Szerencsére a mai világban ugye a könyvek nagy része digitálisan hozzáférhető, igen, tehát ez viszonylag kisebb problémát fog jelenteni, de az tény, hogy egyelőre ezek az intézmények itt vannak Budapesten, és mi szeretnénk is egyébként, hogyha itt maradnának, mert például a könyvtárunkat elsősorban nem CEU-s diákok használják, hanem ELTÉ-s, Corvinus-os, egyéb magyar kutatók, diákok használják, és szeretnénk, hogyha ez megmaradna Budapestnek. Az biztos, hogy ennek a történetnek egy része politikai történet, a másik ugye az oktatással kapcsolatos, és egy harmadik részre talán mondhatjuk azt, hogy érzelmi. Mert hogy vannak olyan résztvevői is ennek a történetnek, akik az elmúlt időszakban szó szerint sírtak, hogy nem akarták elhinni, ugye ez ma Magyarországon nem tudom én megtörténik. Mi történik azokkal a hallgatókkal, Enyedi úr, akik már itt megkezdték, akár mondjuk a matematika doktori tanulmányaikat, ugye az új diákok, ahogy említettem, hogy 2019. szeptemberétől már Bécsben kell, hogy bejelentkezzenek és beiratkozzanak, de akik itt végzik a tanulmányaikat, ők, velük mi lesz? Alapjáraton befejezhetik, de éppen de itt Budapesten? Igen, de épp az ön által említett példa nagyon jól mutatja, hogy ez hány sebből vérzik ez a törvény, ugyanis a törvényalkotói nem gondoltak abba bele, hogy egy doktori program, pláne egy amerikai doktori program mennyi ideig tart. Az 6 évig tart. Ehhez képest a CEU-nak 2022-ig van joga tanítani. Tehát a mostani állás szerint a matematika doktori programon résztvevő hallgatók 2022-ig Budapesten, utána pedig Bécsben kell a tanulmányokat folytassák ahhoz, hogy megkapják a PhD fokozatukat. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb az Alkotmánybíróság lépni fog ezekben a kérdésekben. Ugye másfél éve kéne az Alkotmánybíróságnak döntenie felsőoktatási törvény vonatkozásában, és az egyik pont, ami kapcsán szerintem egyértelmű jogsérelem történik, az az, hogy szemben a kormány ígéretével a doktori programok esetében még a kifutó évfolyamok sem fejezhetik be teljes mértékben. És akkor hogy fognak ők diplomát kapni? Bécsben. Tehát Bécsben. A CEU az továbbra is működni fog, tehát aki a CEU-ra beiratkozott, annak nem kell aggódnia, mert a CEU egy erős intézmény, olyan intézmény, amely képes lesz bármilyen körülmények között megfelelő színvonalú oktatást adni. Lehetséges, hogy fizikailag nem minden Budapesten, hanem most már Bécsben, adott esetben még talán a budapestinél is jobb körülmények között. A lényeg az, hogy nekik nem kell aggódniuk. Ami aggodalom szerintem jogosult, az az, hogy Budapesten a jövőben módja lesz egy átlag magyar diáknak amerikai típusú képzést kapni, és amerikai típusú diplomát kapni. Ez a lehetőség eddig rendelkezésre állt, mostantól kezdve nem. Ezzel az üggyel még találkozni fogunk mi is itt szerintem az ATV Start műsorában. Köszönöm szépen egyelőre, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.